tisztelettel köszöntöm a 20. országos Szilárd Geofizika verseny eredmény hirdetésén megjelenteket. Külön köszöntöm Szabó Péter urat, Paks város alpolgármesterét. Világosabb urat, a Paksi Akadémiai ZRT oktatási osztályának vezetőjét. Ördög Miklós urat, a Magyar Nukleáris Társaság elnökét. Újfalusi Balázs urat, az Ötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkárát. Dr. Radnóti Katalin asszony, Mind-Magyarország alelnökét. Dr. Sükös Csaba urat, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet címzetes egyetemi tanárát, az Országos Szilárd Geofizika Verseny versenybizottságának elnökét, az Ötvös Loránd Fizikai Társaság elnökségi tagját. Köszönöm. Szűcs Marianna asszony, az ESZI intézmény fenntartó és működtető alapítvány ügyvezetőjét. Szabó Béla urat, az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium igazgatóját. Kérem, hallgassák meg Végi Csú, az Univerzum írásai című művének részleteit Csarlós Dániel 9. B-osztályos tanuló előadásában. Fizika. Hogyan is alaszhat a hidegnek, ha gyakran felmelegített? Ha annyiszor vágyal és élettel telített, a tüzében megolvasztott, az értelem mi azt többé. S egyetlen tollal egy egész világot átfelelőttem. Ha a földdel, a holddal és a csillagokkal egyesített, egy megfoghatatlan erőt kiszámító törvényített. Ha egyenletekbe fogva a fényt megengedte, hogy hat ilyen játékába tegyem az ő titkait. Ha a világ és az érzések közé behelyezte a kérdések, az árnyalatok, az érvek, az elméletek gazdagságát, a feltárt előttem a szabadságot és a szépséget, és beköltöztetett a teljességek és szépületek világába. Ha engem a végtelen kifejező nyelvétett, ha oly gyümölcsöző törvényeket súgott a fülembe, ha a lényem oly mélyen ülő részévé lett, hogy mondhatnám a fizikáról, hogy hideg? E=mc². Tetszik nekem ez a képlet. Rövid és súlya van. Új és vakmerő. Egyszerű és nehezen érthető. Kiszámítani könnyű, csupán szorzás. Mégis azt se vágódunk tőle, megingatja az alapokat, miket éreztünk, ismertünk és már megszoktunk. A fény és az anyag közti kapunak tekinthetjük. Ez a képet engem feltüzel, íze, mint egy csillagé. Benne születik meg a fény, ami a napból jön. Tudom már, hogy anyag ilyen súlyos. A hidrogén, ami most hírnyom és hajnalbír, sugárzás, ami most elér és láthatóvá tesz minket. A világon óriás méretű megnagyobbodásának tartott. Ez a képlet még több realitást mutat. Ott vannak benne a szimmetriák, amik szétpattannak, miért elkezdődik a világkintesség terjeszkedése. Amint az alapjányom megsemmisül a tiszta fényben, és újjászületik a tiszta fényből, míg minden hideg tömegére válik. És mint egy hajótörés maradványai, egy fényóceán és a most létező csöpnyi anyaggal, oly törékeny az értelem. Lehet forrás, ahonnan több energiát nyerünk. Ez a képlet borzalmas. Megrémít, ha rosszul használjuk fel. A bomba, a fenyegetés, a félelem, amiben sodort minket egy csipetű kietlenségünk, és nem elegendő szeretetünk következtében. Ez a képlet magával a csúcs és a forrás, a szárnyalás és alapzat, adomány és kihívás, egy közömbös, de nagyszerű szépségszám.
kedves tanárkollégák, kedves versenyzők! 20. alkalommal ülünk itt ebben a teremben, és 20. alkalommal ünnepeljük a fizikát. Mert én úgy érzem, hogy egy ilyen verseny az a fizikának, a modern fizikának az ünnepe. Ennek a versenynek, mint minden korábbi vagy a korábbi évek versenyében is, a versenybizottságon belül, ahogy az már elhangzott a Hogyan kellett megoldani kapcsán, voltak kemény vitái, és nagyon sokszor elhangzott az, hogy nagyon nehéz ez a verseny, túl nehéz feladatokat adunk, túl nehezek a kísérletek, túl nehezek a szimulációk, túl nehéz, túl magasra tesszük ezeket a léceket, amiket át kell ugrani a versenyzőknek. Hát tisztelettel jelentem, hogy ebben az évben, ebben a túl nehéz versenyben a legjobb eredményt, az 80 ponttal, tehát 80%-os eredményen ért el egy versenyző, ami azt jelenti, hogy hála Istennek a versenybizottság az most is túl pessimista volt a magyar diákoknak a felkészültségét illetően. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy minden feladatra voltak jó megoldások, minden feladatra érkezett egészen kiemelkedő dolgozat is és megoldás, de persze nem mindenki tudott minden feladatot, de ez igazából így szép. A versenybizottság mindig azon igyekszik, hogy a feladatoknak a színvonala az egy elég széles skálán fedjen le, legyenek viszonylag könnyen megoldható feladatok, azért, hogy mindenkinek legyen sikerélménye egyrészt, és azok, akik mondjuk még csak 9-esek, esetleg normálja, hogy még kisebbek, ők se érezzék azt, hogy felságesen jönnek ide a versenyre. És hát természetesen vannak trükkös és alasz feladatok is, amelyek viszont pontosan arra szolgálnak, hogy a legjobbakat ki lehessen válogatni. Én úgy érzem, hogy ez egy eléggé egyedi verseny Magyarországon, nagyon sok verseny van, nagyon sok fizika verseny van, de olyan szempontból egyedi, hogy ez csak és kizárólag a modern fizikáról szól. Ez az ötlet, ez igazából Nagy-Győr professzortól származik, akinek a születésének a 90. évfordulóját ünnepeljük az idén. Őnek az volt a véleménye, hogy a diákokat, a mai fiatalokat a modern világnak a kihívásai érdeklik, és nem annyira érdekli az a régi fizika, természettudomány is, ami mondjuk a 100 évvel ezelőtt, 200 évvel ezelőtt volt. Tehát egy mai fiatal azt nem lelkesíti nagyon egy rejtő, vagy egy csiga, amivel lehet felhúzni ezt a tárgyat, egyébként, sokkal inkább lelkesíti őket az olyan kérdések, hogy miből lesz energiánk, mi az az ózonunk, és hogyan lehet tenni valamit, mi a világnak az igazi probléma, mi a klímaváltozás, mi a sötét anyag, hogy létezik az, hogy ilyen hatalmas fejlődés után, ami a tudomány átment az elmúlt évszázadokban, a világnak mindössze 4%-ára tudjuk azt, hogy micsoda, és a 96%-ára nem tudjuk semmit, és micsoda kihívásokat tartalmaz ez. Ilyenkor az emberek mindig eszébe jut az régi történet, amikor a 19. század végén megkérdezte valaki a fizikát érdemesre tanulni, és akkor azt mondták, hogy nem benne a fizika, az a felesége lezárt tudomány, már mindent tudunk, hát van még néhány apócska felhő a fizikának a teljesen szép kék egén, de akkor azt is felfedezünk, és így nem érdemes azzal már tudunk komolyan foglalkozni. Hát tulajdonképpen egy hasonló dolognak vagyunk mi most tanulni, hogy hirtelen a 2000 éves, 2000
évek elején hirtelen kinyílt a világ, és rájöttünk, hogy amit eddig ismerünk, az a világnak csak egy csöppnyi része, mindössze 4-5 százalékja, és az összes többi nem tudjuk. Rátok vár. Úgyhogy én nagyon köszönöm mindenkinek, aki ebben a versenyben részt vett, és azt is kérem, hogy ahogy csak tudjátok, ezt a versenyt propagáljátok, a diáktársaitok között is, a tanárokat kérem, hogy a tanártársak között terjesszék ennek a versenyt. Ez a verseny az hozzájárul az, hogy a diákoknak az érdeklődése a fizika felé ismét felélénküljön, és ismét legyenek olyan tudósaink, legyenek olyan mérnökeink, akik ennek az országnak a jövőjét biztosítják. Köszönöm szépen! Felkérem Dávid József urat, hogy köszöntse a megjelenteket. Sok szeretettel köszöntöm önöket, benneteket az MBL Pasjáronez életi nevében. Nagyon örülök, hogy a mai világban is ilyen sokan érdeklődik a fizika iránt. Úgy gondolom, hogy az országnak nagy szüksége van jó képzett, műszaki, természettudományi területeken tanult embereket. Ez különösen igaz szűkebb régiókra, hiszen a térségünk remélhetőleg nagy kihívás előtt áll. Nagyon sok jó felkészültségű, főleg műszaki természettudományi tudományi ismeretekkel rendelkező szakemberre lesz szükség ahhoz, hogy az új autók megépülhessenek, majd üzemeltetni kell azokat, és ugyanúgy a jelenlegi blokkokat is. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszönhetlek benneteket, mert amire régen számolgattam, talán 40 évvel ezelőtt, én is nagyon sok fizika versenyre jártam, és ma is átérzem ezen versenyeknek a hangulatát. Tudom, hogy nagyon sokat kell tanulni, készülni ahhoz, hogy valaki egy ilyen versenybe eljuthasson és eredményeket érhessen el. De azt gondolom, hogy a tanulás az ugyan az egyik legnehezebb, de legértékesebb munka, hiszen ebben alapozhatjátok meg jövőket, egész életeteket, és lehetnek nagyon sikeresek. Én az eredményeket ugyan nem ismerem, de mindenkinek előre gratulálok a eredményekhez, és köszönöm, hogy eljött, részt vett és küzdött a versenyt. Köszönöm szépen! Felkérem dr. Sükrös Csabát, hogy ismertesse az első kategória eredményét. Felkérem Szabó Péter urat, Paks város alpolgármesterét, hogy adja át az okleveleket és a díjakat. Az idei versenyek kitalmai a Magyar Mintális Társaság és az Ötvös Lórán Fizikai Társulat ajánlotta fel. Minden versenyző ajándékba kapja a 2011 és 2016 közötti feladatokat és megoldásaikat tartalmazó feladatgyűjteményt is. Kérem mindkét kategória első három helyezettjét, hogy az egyszeri tanulmányi ösztöndi átvételi elismervényét az ünnepség végén Bírkás Józsefnénél írják alá, míg a jutalomkönyvek átvételi elismervényét Bozek Katalina adják le. Kedves versenyzők, kedves tanárok! Mindig el szoktam mondani azt, hogy aki már ide került, érdemes. Tehát senki ne érezze úgy, hogy azért, mert nem az első, akkor én most már nagyon nagy dolgot feszített, aki már ide kerül, az győztes, és annak nagyon őszinte szívből gratulálok. A díjátadás a szokásoknak megfelelően tudjuk, hogy ötösével, legalábbis az elején ötösével kiszólítom a tanulókat, hátulról előre, tehát hogy mondjam, azt az első helyzetét utolsónak, ugye? És akkor kérem, hogy vonuljanak le majd, és akkor utána így átadjuk ezeket a díjakat. No, tehát a 15-től a 19. helyezettig következnek,
Bárhogyi Tamás Pécsi Lőrei Kár Gimnázium tanára Simon Péter, Szilvász János Szent István Gimnázium Budapest tanára Gimesi Éva, Kolontári Péter Pécsi Lőrei Kár Gimnázium tanára Simon Péter, Miklós Attila Mersek Kecskeméti Katona József Gimnázium tanára Sárgóni Jéga Szabolyén, és Augustin András Balázs, ELTE Apáczai Csere János gyakorló gimnázium és kollégium tanára Zsinti Ferenc. Gratulálok!
Köszönöm.
megint az érmesek jönnek. Bronzérmet kapott a harmadik helyezett, Kándár Barnabás, ugyanis a Kutárnyú volt, a Lárkasikán. Thank you.
Digitális Társaság minden tavazata versenynek, a lány versenyzője részére külön díjat ajánlott fel. Felkérem dr. Latonti Katalin, a Vin Magyarország alelnökét, hogy ismertesse a Vin külön díját és nyelvesét. Thank you.
egyetlen egy problémám van, hogy én fejből nem tudom, hogy ki van egy sejtésem. Akkor Simon Bernard Gábor Légy szíves, azt a villany kapcsolat. Csak nem, nem, csak egyet. Így jó. Jó. Egy pillanat. Most Szilárdnak a születésének a századfordulóján mégis Magyarországra fókuszálódott a világfigyelme. Nemrég jöttem meg az Egyesült Államokból, ahol az Amerikai Fizikai Társaság ünnepelte Szilárd Leó szentenáriumát. Érdekes módon a szónokok többsége magyaros kiejtése. És fölidéztük azt, hogy Szilárd Leónál már életében azt mondták, hogy ő a kvantummechanika legjobb bizonyítéka, mert egyszerűen több helyen tudott lenni, ahol valami fontos dolgok kezdeni. Hát most elmondhatjuk, hogy Szilárd Leó most is több helyen van, mert Hamvai része a kerepesi temetőben nyugszik, másik része Amerikában van. Ünnepelték Szilárd Leónak szentenáriumát Budapesten, Debrecenben, Szegeden, most Pakson, és érezzük, hogy
itt van között. És akik ide eljöttek a döntőbe, azok megmutatták, hogy mondjuk a Péter Kisdők elég gondolkoztak, tehát a felén szinte mindenki meg tudta oldani, mozhatták a fölötti megoldások is voltak. Hát ugyanis a szépen lett volna, csak mindenki megoldja, tökéletesen meg nem válogat, és az is egy tukás lett volna Gyűrűnek, hogy van olyan példa, nincs egy kérdés megoldani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy a várakozásnál sokkal jobban szerepeltek, és reméljük, hogy mi magasra elmond. Valahogy ez az érzésünk, hogy évről évre tezetvédák, akkor ők is mégis megoldják sokszor. Ez olyan jó érzés, hogy szépen nektek. Thank you.
Ezt viszont van egy filmet. Hálma vigyék. Mindenkinek sok sikert kívánok, és jó figyelést! Szóval.